Hétfő délután érkezett haza az olimpiáról, kedd délelőtt pedig már a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőinek gratulációját fogadta a Continental Arénában Hellebrand Máté. Az immár háromszoros olimpikon a tokiói, pontosabban szapporói napokról, mivel ott rendezték a maratoni futó és a gyalogló versenyeket, elmondta, hogy kizárólag a szálloda és az edzőpálya között közlekedve nem igazán érezte az ötkarikás játékok hangulatát. A legfontosabb persze a verseny volt, amely helyi idő szerint reggel 5:30-kor rajtolt el, ennek ellenére a hőséggel és az óriási páratartalommal is meg kellett küzdeni a mezőnynek. Máté végül 3 óra 57 perc 53 másodperc alatt teljesítette a távot, amivel a 17. helyet szerezte meg. 100, de inkább 110%-ot adtam ki magamból. Úgy értem be a célba, hogy talán még egy fél körre se tudtam volna többet menni. Szóval ilyen tekintetben elégedett vagyok magammal, illetve a helyezéssel is. Ugye egy 60 fős mezőnből lettem 17., és ilyen körülmények közt, ilyen melegben, ilyen párás levegőben magamhoz képest nagyon-nagyon jó eredményt értem el. 2 év ugye Katarban is hasonló volt az idő, ott nem is sikerült célba érnem, ehhez képest itt a mezőny egy harmadában sikerült célba érnem, aminek nagyon örülök. A nyíregyházi gyalogló szereplésével elégedettek voltak a sportcentrum vezetői is. A Nyíregyházi Sportcentrum és talán Nyíregyháza és Magyarország nevében mondhatjuk, hogy amit letett az asztalra Máté, az abszolút becsülendő, tényleg szuperlatívuszokba tudok beszélni a teljesítményéről. Nyilván beszéltünk a verseny előtt, hogy mire lehet képes, milyen időjelményre, milyen helyezés lehet, ez elég. Tehát egy ilyen 50 kilométeres távon, ilyen extrém időjárási körülmények között, ilyen korán kezdve szinte megjósolhatatlan volt. Mi azt beszéltük meg, hogy ha magából kihozza azt a mindenkori maximumot, akkor már ő elégedett lesz, és mi is. És a verseny után nyilatkozott, ebből az egyértelműen kiderült, hogy ennél már talán egy lépés sem volt több benne, úgyhogy gyakorlatilag szinte az utolsókig kihúzta, és nagyon büszkék vagyunk rá. Ez most egy 17. helyhez volt elég, de egy ilyen mezőnyben, egy ilyen extrém körülmények között ez becsülendő. Az 50 kilométeres gyaloglást az olimpián rendezték meg utoljára. A jövőben a férfiak számára 35 kilométer lesz a leghosszabb táv. Örülök, hogy egy ilyen eredménnyel sikerült lezárnom ezt a korszakot, és most már csak előre tekintünk. Most október elején lesz egy 35 km-es bajnokság, amit direkt azért rendeznek, hogy tudjuk magunkat kvalifikálni a jövő évi világbajnokságra. Mivel utánpótláskorban versenyeztem utoljára azon a távon, és elég jó eredményeket értem el, ezért bízom benne, hogy ez a távváltás nem fog problémát okozni, és talán még jobb is lehetek, és előrébb tudok majd végezni helyezésben ezen a távon is. Máté nem sok pihenőt kapott, hétfőn már el is kezdi az edzéseket. Az említett verseny mellett szeptember közepén még a csapatbajnoki döntőben 5 kilométeren áll rajthoz Pokrovenszky József tanítványa. Jövőre az amerikai Eugene-ben, 2023-ban Budapesten rendeznek világbajnokságot, 2022-ben pedig München lesz a házigazdája az Európa-bajnokságnak. A fő cél pedig a 2024-es Párizsi olimpián való részvétel.